Mit csináltok most? Mi a terv? Hát most az a terv, hogy pontosan ráhangolódás, hogy egy pár lövést elengedünk, nem túl húzva magunkat, tehát hogy ne fáradjunk el a holnapi napra, megpróbálunk egy kicsit úgymond bemelegíteni. Péter, kell egy ilyen bizonyos szempontból egy lőéhség? Elengedhetetlen szerintem. Vigyázni kell, hogy az ember ne lője túl magát így verseny előtt, mert előfordulhat, hogy 2-3 napig lövünk, mint a bajnok, és egyszerűen belefáradunk idegileg is. Nem lesz akkor a kihívás, úgyhogy szerintem vigyázni kell, hogy ne lője túl magát az ember ilyenkor. Tehát fizikálisan is nagyon ott kell lenni a toppon, hogy az ember egy napot végig tudjon csinálni, hogy mentálisan oda tudjon figyelni, hogy tudja olvasni a korongokat, hogy mit is kell, hogy csináljon. Tehát hamar el is lehet fáradni ebben, hogyha az ember nem jól osztja be az idejét, az energiáját, akár menet közben az ivás, az evés, hogy hogyan osztja be az idejét. Nagyon vártam. Több okból is nagyon jó, érdekes korongokat látunk itt, ott olyan korongokat, amit ritkán találunk meg magyarországi lőtereken, illetve sok olyan jó baráttal hoz össze minket ilyenkor a sors, akikkel szívesen találkozunk. Mint erdész vadász emberek, az mennyire tudjátok hasznosítani, amit itt csináltok, vagy amit itt láttok? Hát mindenképpen, ha csak az erdőgazdaságok közötti versenysorozatot nézzük, a későbbiekben az nyilván kamatozik, aki itt részt vett ezen a versenyen, hisz korongokat fog hozni, illetve találatokat fog hozni. Egyébként a mindennapi életben is nyilván ad egyfajta plusz, tehát egy Európa-bajnokságon részt venni, az egy nagyon nagy dolog, én azt gondolom. Még akkor is a szabadkártyás, tehát nem a teljesítmény alapján lehet ide bejutni, de mindenképpen egy nagyon nagy dolog és egy nagy tisztesség, hogy itt lehetünk. Hogy látjátok a vértesi kollégák munkáját, milyen a szervezés? Nem irigyeljük őket, az elmúlt napok látjuk, hogy milyen csapadékot hozott ide nekik, úgyhogy sok teendőjük akadt szerintem most azért, hogy a következő napok zökkenőmentesek legyenek, de amit eddig láttunk, az lenyűgöző, szép környezetbe sikerült beültetni ezt a versenyt, úgyhogy gratulálunk nekik már most. Miért jó az, ha az ember kimegy a lőtérre? A vadászatban ez jelentkezik az eredményben, hogy nem megpiszkolja a vadat, hanem esetleg jól eltalálja, illetve nem sebzi meg. Mindenképpen ajánlott ilyen versenyeken részt venni. Ha nem is egy Európa-bajnokságon, ez egy elég komplex valami, amit nehéz átlátni. Néha mi is kísérgetjük egymást, mint a vakon lennénk, nem tudjuk merre induljunk. De egyébként egy olyan koronglövő versenyen, ami egy kicsit egyszerűbb, átláthatóbb, az hoz a vadásznapokon is plusz élményt.